Itt az Egyenes Beszéd, Róna Jégon vagyok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Két vendéggel kezdjük a mai műsort. Pető Péterrel, a 24.hu főszerkesztő helyettesével, és Bencsi Gáborral, a Magyar Krónika főszerkesztőjével, történész újságíróval. Van még Magyar Krónika? Van, hogy ne, lesz is. Lesz is? Lesz is. Tehát Kerényi Imre sajnálatos halála nem okoz a Magyar Krónika történetében olyan törést, ami a létét veszélyezteti? Én azt hiszem, hogy nem. Megyünk egyelőre tovább. Miután nagyon sok példány ingyen megy ki, itt kell valamilyen finanszírozás, legalább azokra a példányokra, amik ingyen mennek ki. Ez még nem világos előttem, de egyelőre megvan a fedezet arra, hogy működjék tovább. Péter, elnézést, ez egy zárójelbe tett, rögtön a kezdetén feltett kérdés volt. Akkor menjünk arra, amiről igazából beszélgetnénk. Írtál egy, hát az internetes újságírás kereteit szerintem messze túlfeszítő, hosszúságú elemzést arról, hogy hol tartunk, hogy hol járunk mi most itt a Kárpát-medencében, aminek például az egyik konklúzió, hogy itt már nem lesz az életbe soha liberális demokrácia, mert Orbán Viktor után oda visszamenni, azokat a kereteket újraépíteni lehetetlenség. És akkor ennek van számtalan magyarázata, indoklása, leágazása, és minden irányba egy-egy csapást el is helyezel, ráadásul a politikai mezőben. Erős visszhangot kaptál? Hát nem tudom, erőmérőm nincs, úgyhogy nem tudom, hogy mi számít erősnek. Sokan visszajeleztek nyilván ilyen-olyan véleményekkel. Igen, mondhatjuk, nyilván egy átlagos cikkhez képest azért többen osztották meg velem a véleményüket erről az írásról. Az volt különösen érdekes, hogy voltak éppen nem azt írott, hogy a liberális demokrácia egyfajta áldozati bárány, hanem azt írott, hogy egy öngyilkos szervezet, amely saját magát emésztette fel, és ez ad szempontokat, és ezeket kérlek inkább te mondd el, mint hogy én soroljam. Igen, hát én azt gondolom, hogy a liberális demokrácia működése kódolta azt, hogy a liberális demokrácia története véget ér. Nyilván sok ellenpéldát tudunk mondani, azért a szövegben ezt részletesebben indoklom, hiszen az Egyesült Államokban, vagy Franciaországban, vagy Németországban nyilván nem úgy néz ki, mintha ennek a történetnek vége lenne. A magyar helyzet annyiban nyilván speciális, hogy egy diktatúrából diktatúrába vergődő, erős, demokratikus hagyományok nélküli, polgári középosztály nélküli országban vagyunk, és itt ebben a történetben a liberális demokrácia különböző öngyilkossági kísérletei, én ide sorolom a szabadiskola választást, ami ugye a szabad iskolaválasztás jegyében lényegében szegregációt alakít ki, és ennek nyomán elválasztja egymástól a tehetősebb és a kevésbé tehetős embereket, és ez olyan egyenlőtlenségeket alakít ki, amelyek egy idő után lehetetlené teszik, hogy közösségként működjön ez a társadalom. És most hosszan nem sorolom föl, hanem inkább igyekszem azt talán összekötni, mondjuk ha Gáborral vagyok egy stúdióban, akkor sokszor beszélünk a bevándorlásról. És szerintem részint nem van egy alap dolog, amiben ugyanarról beszélünk. Amikor ők a bevándorlásról beszélnek, akkor azt mondják, hogy bizonyos típusú párhuzamos társadalmak alakulnak ki ennek nyomán a társadalomban, mert az emberek vallási, ilyen-olyan kulturális okokból nem értik meg egymást, és egymás mellett élnek és építenek mini világokat, amelyeknek nincsenek kapcsolási pontjai. Szerintem részben én is ezt mondom, csak ennek a baloldali olvasata szerintem az, hogy párhuzamos társadalmak egyenlőtlenségek miatt alakulnak ki. Tehát magyarul a szegényebbeknek, a gazdagabbaknak és az elitnek nincsenek már kapcsolódási pontja, és ezek válnak el úgy, hogy nem lehettek a társadalomnak már közös dolgai, és én ezért pontosan ezt a jobboldali bevándorlás alapú kulturális magyarázatot én egy könnyű útnak gondolom, mert arra van egy könnyű választunk, nem engedjük be őket, és akkor nem alakul, mondjuk éppen a bevándorlókról beszélünk, akkor ez a közösség így egybe van, és akkor ennyivel letudtam az ügyet. Szerintem ennél sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis ezek szerintem egyenlőtlenségek miatt alakulnak ki, tehát a szegények és a gazdagok közötti elválasztás az, amit nem tud földolgozni a liberális demokrácia, és adja meg a lehetőséget annak, hogy ilyen rezsimek alakuljanak ki, mint ami Magyarországon van. Vannak közös területek a gondolataimban, hogy ne lennének, ha hasonló dolgok izgatnak minket, és szeretnénk egy jobb Magyarországot. De ami a liberalizmust illeti, azt gondolom, hogy helyes, hogyha azt tesszük, amit az Ortega y Gasset, a konzervatív spanyol filozófus mondott a 30-as években, hogy a liberalizmusnak ahhoz, hogy meg tudjuk haladni, adjuk meg a tiszteletet, per secula seculorum, írja az idők végezetéig, mert ugyanis, és itt nagyon fontos közös halmaz van a gondolatainkban, a liberalizmus az erősek játéktere. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az erős követeli a szabad versenyt, az a 20-as éveikben járó atléták kihívják versenyre a nyugdíjas klubot, és azt mondja, győzzön a jobbik, gyerekek, hát aki hamarabb odaér a célba, az lesz a bajnok.
legyen tiszta, egyenlő verseny. Valóban a liberalizmusnak nagyon erős szüksége volna arra, hogy baloldali, vagy akár konzervatív fékekkel, vagy ellen erőkkel ezt korrigálják. Még egy alprobléma, hogy sajnos a liberalizmus úgy érzem, hogy a baloldalnak elszívta az erőit az elmúlt néhány évtizedben, és ebből például az egyiket azt vette ki, hogy mindenáron elnyomottat keres. Lehetőleg nem nagy számú, nem konkurens elnyomottat, de mondhatnám, a liberális anyuka azzal engedi a liberális gyerekét el, hogy nekem elnyomottak, neki haza ne gyere, fiam. Keres valami olyan csoportot, amit... Ha nem, akkor jó lesz Soros ügynök is, ha azt talál, hogy a jobboldali változatát is megmesélj az anyukának. Keres valakit, akivel szemben miközben az erősek játékát játsza, átnyúlva a tömeg fölött, keres egy kisebbséget, akit támogatva visszanyeri a morális pozícióját. De milyen pozícióját. Érdekes, amit mondasz, Gábor, abból a szempontból, hogy baloldalról, meg liberális oldalról különösen, Orbán Viktort és az ő gondolkodásmódját, a kormányzásának a gondolkodásmódját szokták azzal vádolni, hogy fél a versenytől, mert igazából gyenge, és egy gyenge országban akar ő erős miniszterelnök lenni, ezért nem akar versenyezni a nyugatiakkal, ezért nem akar a fejlettekkel, ezért nem versenyez, hanem pénzt kér. Nagyon furcsa, hogy pont te vagy az, aki ezt a versenyt vetted fel a liberalizmus egyik előnyének és hátrányának is egyúttal. Igen, mert azt gondolom, hogy az országok között is ez igaz. Nyugat-Európa magországai a teljes jó szándékot föltételezve külön-külön az egyes politikusokon és gondolkozók kapcsán. Nyugat-Európa magországai abban érdekeltek, hogy liberális, szabad verseny legyen. Ők az atléták, mi vagyunk a nyugdíjas klub. Tehát ebben a régióban, és itt egy új aspektus bejön, föltámad az igény olyan erős vezetőre, aki ellen tud tartani. Persze, Franciaországban, Németországban, Dániában, Hollandiában nem kell erős vezető, erős az ország, erősek a tagjai, de nem vagyunk ezzel fel azt, hogy egyszer leszünk a példánál maradva olyan atléták, akik tudunk futni velük? Borzasztó nehéz. Ez egy 1000 éves program. Ez pár év. De ezt a programot feladhatjuk nemzetként? De addig is, amíg... Hadd mondjak egy történelmi példát, mondom, adjuk meg a tisztelet a liberalizmusnak, haszonélvezői vagyunk mindnyájan a szabad választásoknak, a törvény előtti egyenlőségnek, nem tudnánk lélegezni nélküle. De az egyik klasszikus történelmi negatívum a liberalizmusnak az ópiumháború, ami azért tört ki, hogy a piszok kínaiak nem akarták megengedni, hogy a drogot a nyugat beszállítsa, és a drogért cserébe Kína értékeit elhozhassa, de annyira liberálisak voltak, hogy a brit parlament döntést hozott, és megfosztotta a kelet-indiai társaságot a monopóliumától, hogy bárki szabadon vihessen drogot Kínába. És Kína, amelyik az 1830-as években a világ legnagyobb gazdasága volt, 30 év alatt a gazdasága felére zuhan. A szabad verseny az erőseknek való, a gyengéknek muszáj valami erő mögé sorakozni. Eszembe megy azzal, amit te írtál? Nem, sőt, csak én annyi mindenre szeretnék vitatkozni pontról-pontról, hogy annyi műsoridő nincs. Ami fontos szerintem, az egyik leglényegesebb pontja szerintem, hogy az erős vezető az nem erre a térségre, és nem az ilyen típusú országra jellemző, hanem ez a politika átalakulásának, a nyilvánosság átalakulásának eredményeként mindenhol. Emmanuel Macron tetszik, nem tetszik, ugyanolyan karizmatikus vezetője Franciaországnak, noha most lehető legnépszerűtlenebb, máshogy nem lehet megnyerni egy ilyen francia kiválasztást, mint ahogy ő megnyert. Donald Trump ugyanúgy karizmatikus vezetője az Egyesült Államoknak, máshogy nem lehet megnyerni. Kim Jong-un ugyanúgy karizmatikus vezetője Észak-Koreának. De neki más... nem kellett semmit megnyerni. Más eszközrendszerrel játszik azért, mint a korábbi észak-koreai vezetők. Tehát azt látjuk, hogy azért a nyilvánossághoz alkalmazkodnak ezek a líderek, és mindannyian erős vezetői az országuknak. Ami pedig a másik rész, amire rá is kérdeztél pontosan, szerintem nem mond ellent. Igen, én azt gondolom egy másik olvasatból, hogy nem kapták meg Magyarországon a gyengék azt a segítséget, ami szűkítette volna a társadalmi egyenlőtlenségekben az ollót. Tehát magyarul, én legegyszerűbben, hogy egy példával leírjam a kedves nézőknek, a lakóparkkal tudom leírni, hogy hogyan jelenik meg ez a ma
a valóságban. Ha a lakóparkban lakik egy gyerek, akkor nagyjából tudjuk, hogy nagyjából ugyanannyit keresnek a szülei, vagy legalább annyit, mint a ott lévők. A lakóparkon belül van a játszótér is, tehát már ki sem megy a lakóparkon kívülre, tehát akár lehet, hogy új lenyomattal kell bemenni, ki sem megy, hogy találkozzon szegény gyerekekkel. Lehet, hogy magániskolába jár, a szülei reggel elviszik autóval a magániskolába, ott angol tanul, majd visszaviszik a bezárt lakóparkba, ahol csak olyan emberekkel találkozik, akik hozzá hasonlóak. Ez azt jelenti, hogy semmilyen kapcsolódása nincs a magyar valósághoz. Az égvilágon semmilyen. És tételezzük, hogy ez a gyerek 7 évesen bekerül egy általános iskolába, ahol találkozna egy, akárha sokkal tehetséges, de csak tegyük, hogy ugyanolyan tehetséges, vidékről jövő, szegényebb gyerekkel, aki nem tudott angol tanulni, mert a szülei nem tudtak angolul, és képtelenek voltak fizetni. Olyan akkora a hátrány, hogy soha az életben nem lehet ezt ledolgozni annak az embernek, több tehetséggel és több teljesítménnyel sem. Az államnak szerintem itt lett volna a feladat, hogy szűkítse ezt az ollót, minél kevésbé tegye lehetővé, hogy kialakuljanak ezek a szegregátumok, és ezt nem végeztük el megfelelően szerintem de 30 évvel. Amit mondtak példaként, az arra is jó, amiről Gábor beszélt, az államok közti különbségek esetében, tehát most tekintetjük úgy, hogy nyugat-európai lakópark ahhoz képest, ahogy a később csatlakozott Európai Uniós államok meg a környékükön lévő csatlakozásra váró államok tartanak, nem? És ha most a Frontex bejön, akkor új lenyomattal lehet oda is bejönni. Sőt, már ide is. Teljesen. Oda jutottunk, teljesen egyetértek azzal, amit mond. Nagyon, én is azt gondolom, hogy a szabad iskola választás tényleg egy nagyon, egyébként nehéz ügy, mert Nagy-Britannia az egy demokratikus ország, és ha van valahol szabad iskola választás, és drága magániskola rendszer, akkor Nagy-Britannia az. Pedig demokrácia, de ezzel együtt is egyetértek, hogy nagyon veszélyes tendenciák vannak, egyre gazdagabbak a... Nem azt látom, hogy a szegények egyre szegényebbek, a szegények lassan talán még jönnek is föl, de elszakad bocsánat, az elit. Az egy kulcs, bocsánat, hogy közbevágok, kulcs, hogy szerintem a vagyoni tőkének mind kisebb a szerepe ebben az egyenlőtlenségben. Tehát nem arról van szó, hogy 6 forintom vagy 9 forintom. A technológia miatt egyszerűen a hozzáférés a kulturális tőkéhez, az angol nyelvhez, az új applikációkhoz, megérteni a világot, amiről szó van, ahhoz nem elsősorban vagyoni tőke kell, hanem a szülők tudása, a információ, háttér, társadalmi kapcsolatok, és ez az, amiben iszonyú az olló. Tehát nem is feltétlenül lehet, hogyha növekszik is bizonyos mértékben a reálbér vagy a vagyoni tőke, az nem elégség ahhoz, hogy ez bármilyen módon szűküljön. Ez na, de egy végeredményre is eljutsz. Azt mondod, hogy a történet vége az az, hogy Orbán Viktor örökre eltemette a liberális demokráciát. Kerestem, hogy hogy szól ez egészen pontosan. Orbán ki lehet, Viktor így döntött. Ki lehet így, ez a szó. Mondani így, most független Orbán Viktor személyétől is arról, hogy ő személyesen egy lapáttal oda megy, és eltemeti a liberális demokráciát. Eltűnik a liberális demokrácia ebből a térségből? Vagy akár Európában? Hogy vitatkozzunk is. Van a Péternek egy másik tétele is, ő azt mondja, hogy olyan elképesztően szofisztikált a média, az információáramlás, és ugyanakkor annyira megszervezett és irányított, hogy nincs esélye a valódi információ. Hát az igazságot megtudni nincs. Az igazságot megtudni azoknak, akiknek hátrányban vannak pénztőkében, szociális tőkében és kulturális tőkében, azoknak nincs többé esélyük, hogy megtudják az igazságot. Ergo még a jó vezető is majd csak manipulációval fog tudni nyerni, mondja Péter, nem tudom, jól idézlek. Nagy részt, igen. Eltekintetben én optimistább vagyok, megmondom őszintén, azt gondolom, hogy az emberek többsége, nem a teljes sokasság, de az emberek többsége továbbra is képes mérlegelni, és azt úgy tűnik nekem, hogy a sokasság még mindig bölcsen tud hosszú távon dönteni. Hadd modellezzek ezzel most kicsit szembe menve a bölcs döntés mondatával valamit. Itt volt Orbán Ráher története a Szent Imre kórházban, ahol ő bement szülni. És nagyjából azt döntött el a nyilvánosságban ennek a egyébként valódi hírnek az álhíré dagadását, hogy ki milyen politikai állásponton áll az Orbán családdal szemben. Tehát Orbán Viktor hívei nyilván nem hitték el, hogy ez megtörtént, hogy Orbán Ráhel miatt kizavartak egy vajudó kismamát a vajudószobából. A másik oldalról pedig még mind a mai napig olvasom a Facebookon az erre való hivatkozás, hogy de még ezt is megmerték tenni. Az egész egy álhír. Mondjuk, csak annyi igaz belőle, hogy megszületett a gyerek a kórházban. És olyan erős az érzelmi kiinduló pont, tehát az befolyásolja a döntést. Tehát itt a racionalitás megint attól függ a racionalitásuk, tehát racionálisan azt gondolják, hogy igaz, amit elképzelnek, bármelyik oldalon is állnak, és itt persze nyilván az igazság azon az oldalon van, hogy Orbán ugye nem zavart ki. Ez egy kamu hír volt, hát persze ebben egy szó nem volt így igaz. De ugye ez érzelmileg
érzelmi alapon megy, és hogy visszatérek az előző kérdéshez, amikor azt mondtad, hogy idézted, hogy Orbán Viktor döntött így, és ezért nem lehet következő. Azt egy nagyon fontos dolognak tartom, mert itt nem azt mondom, hogy nem működőképes a liberális demokrácia. Ahhoz kell egy vezetői döntés. Ezt Orbán Viktor meghozta 2010-ben, én azt mondom, ő a radikalizmusok felé tolta ezt a rendszert, azzal, hogy kiiktatta a fékeket és az ellensúlyokat, és nekem nagyon fontos az erőforrásoknak a mészáros lőrincesítése, hogy most ilyen egyszerűen írjam le, nyilván bonyolultabb a helyzet. Tehát azt mondjuk, hogy odatolja az államtól az erőforrást a saját barátjához, akkor ő maga rögzíti, hogyha bármikor sor kerül egy olyan vezetővel való meccsére, aki reálisan esélyes ellene és leválthatja, akkor az a vezető rá kényszerül, hogy ezeket az erőforrásokat visszavegye, ami csak ugyan radikális tud lenni, tehát valahogy vissza kell fordítania ezt, és ezért mondtam, hogy az Orbáni döntésnek a rendszerekre is hatása van, nem csak az adott pillanatra. Nagyon gyors villámkérdésként egyetértesz ezzel a konklúzióval? Nem tudok, mert a Péter fölrajzolt egy nagyon világos, koherens képet, majd odaért egy mondatot a végére, hogy mert Orbán Viktor így döntött. Nem, hát azt mondtad el, hogy ez egy történelmi szükségszerűség zajlott, ez nem ember. Csak a lehet, hogy 300 év alatt korrigáltuk volna, vagy eljutottunk volna a történet végére, helyett Orbán Viktor fölgyorsított mindent, az időnket is, a tiédet is, meg az enyémet is. Uraim, köszönöm. Így lett végén gyorsan. Így lett végén gyorsan, valóban. Köszönöm szépen. Köszönjük.